Az Aranyló Állatvédő Alapítványt 2009-ben hoztam létre, elsősorban állat- és környezetvédelmi céllal. Ugyanakkor az első perctől egyértelmű volt, hogy ezek a célok tartósan és hosszú távon csak akkor tudnak megvalósulni, hogyha az utánunk következő generációt időben ellátjuk a megfelelő információkkal, ingerekkel és élményekkel ezzel a témával kapcsolatban. Úgyhogy hamar elkezdtünk gyerektáborokat szervezni. Én egyébként lovasedzőként dolgoztam, és nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak azzal kapcsolatban, hogy a lóval való közös munka milyen személyiségfejlődést tud generálni. Legfőképpen az én határok felismerése, a passzivitás és az agresszió közti optimálisabb megtalálásában nagyon-nagyon speciális a lóval való munka. Szerencsére már a több olyan társszervezet is kapcsolódott hozzánk, akik nem csak a lovak iránt fogékony gyerekeket tudják ebben a témában megérinteni, hanem akár a művészetek, vagy akár a tudományok, természettudomány, robotika területén is hasonló szemlélettel, a saját szakmájukban egyedit alkotva, ugyanezek mentén, a szempontok mentén terelgetik a gyerekeket. Azt hiszem, sikerült egy olyan közösséget létrehoznunk, amiben egymás értékeit felismerve kölcsönösen segítjük egymást. Úgy érzem, hogy ez a minta az, ami a legtöbbet tud adni az ide látogató gyerekeknek, ahogy ők azt látják, hogy mi hogyan működünk együtt, és hogyan hozunk létre dolgokat, vagy hogyan viseljük a kudarcainkat, a hibákat, vagy az esetleges elakadásokat. Ez számukra rengeteg információt hordoz. Tulajdonképpen a hosszú távú koncepció ugyanez, jó lenne még több olyan szervezet, akik kiegészítik a saját profiljukkal ezt a dolgot. Egy elég nagy terület és egy viszonylag jól felszerelt közösségi helység áll a rendelkezésünkre, ahol mindenki szabadon meg tudja valósítani a saját programját, és alkalmunként közös eseményeket is szervezünk.